Horváth Zoltán vezetőedző elmondta, hogy a jövő nyáron ott szeretnének lenni a dobogó legfelső fokán. Hát elkezdtük a felkészülést múlt hét szerdán, úgyhogy második hetet kezdjük, vagyis hát kezdtük tegnap, és hát a bajnokságra készülünk. Igazából a negyedik edzésünk, tehát még az elején tartunk, de van időnk még, mivel a bajnokság majd augusztus közepe után fog kezdődni. A szakember azt is elárulta, hogy milyen típusú játékra készíti fel csapatát. Annak tükrében, hogy tavaly második helyen végeztünk a bajnokságban, ez nem jelenti azt egyenesen, hogy mivel a bajnok csapat eltávozott így a vármegyei bajnokságból, hogy mi fogjuk megnyerni, de terveink között van, és szeretnénk minél, természetesen minél jobban szerepelni, ebben benne van az első hely is. Természetes, hogy nem tudjuk még jelenleg a bajnokság lebonyolítását, illetve a csapatoknak a névsorát, de mi ettől függetlenül úgy készülünk, hogy szeretnénk a jövő nyáron bajnokságot nyerni. Szeretnénk természetesen olyan játékot, hogy mivel ahhoz, hogy bajnokságot nyerjünk, ahhoz mérkőzéseket meg kell nyerni. Tehát a támadójátékot természetesen előtérbe helyezzük. De hát ez természetesen függ attól is, hogy éppen kivel és mikor és hol játszunk. Tehát ahhoz is igazítjuk azt a taktikát, vagy azt a mérkőzést, amit fogunk játszani. De ahhoz, hogy természetesen mondom még egyszer, a bajnokságot megnyerik, ahhoz a gólokat kell szerezni. Tehát a terveink között ez van, hogy egy olyan támadó csapatot és támadó felfogásba játsszuk a bajnokságba, hogy ez sikerre vezessen. A társaság 80%-a összeszokott, mert már több éve rúgják együtt a labdát. Az erőlétet, illetve a fizikális részét azt mivel ugye most kezdtük el, ezt már mi el is kezdtük napi szinten, tehát a múlt héten is, illetve már a héten is voltak futóedzések is. Természetes, hogy ahogyan megyünk bele a felkészülésnek a közepébe, most már a hétvégén, illetve már holnap is edzőmérkőzést játszunk, sőt, szombaton is, tehát ezen a héten két edzőmérkőzésünk van, tehát azért ezt figyelembe kell venni, természetes, hogy azért a mérkőzés terhelés azt nem lehet semmivel se pótolni, tehát a fizikai felkészülést is ennek tudatába csináljuk. Holnap fogunk játszani a Majossal egy edzőmérkőzést, szombaton a Nagy Atádat fogadjuk itthon Dombóváron, utána megmegyünk tovább igazából a felkészülésbe, aztán augusztus közepe fele kezdődik a bajnokság. Fiatalok, igen, hát fiatal csapat, mindenki 20-25 év alatt van, igazából én vagyok egyedül, aki 32 éves leszek. Fiatalok, gyorsak, lendületesek igazából, úgyhogy szerintem letámadni le tudunk, rendben leszünk ebben részében is. Az 1994-ben alapított labdarúgóklub a 2024-2025-ös bajnokságra heti 3 edzéssel és az edzőmérkőzésekkel készül fel.